Na, most már itt már csendben van, így záróra előtt egy kicsi, a svédasszony még azért még él. Igen, a Pista bácsi félálomban van. Én nekem muszáj. Ezt még meg kell inni mind a Pista bácsinak, ezt a rengeteget, igen. Miért az enyém, mert nekem nincs fel. Jó, hát, de hát maguk együtt fognak élni a Pista bácsival, nem? Pista bácsi, a múltkor ott volt egy kis Astares ott hátul. Nem fél, nem fél, hogy teherbe ejtette a svédasszony? Mert attól már lehet valami, én szerintem, amit maga művelt, nem? Nem tart tőle? Nem? Nem? Mikorra várják a picit? Egészségére. Nem lesz gyerek? Jó van, akkor ezt meg... A Pista mi? A Pista meg... Ja, hát az asztalt! Nehogy földöljön az asztal! Jó van! Na legalább valaki... De, hogy is! Legalább valaki fogja az asztalt! Nem, nem billeg? Nem részeg vagyok. De hogy vagy részeg, csak úgy érzed. Igen, mit mond? A kocsma statikai berendezéseinek állagát. Opa! Na végre valaki észnél van. Mi volt? Indián szögdelés? Jó van, na, morog. Legalább a Pista bácsinak van a legjobb húzata. Meg a svéd asszonynak. Hát az már Tibi láttaj. Olyan, áldja meg magukat a jó Isten. Jó van. Na jó van akkor. Akár Isten rám 20 gyerekkel, de tudja mennyit kapná. Pista bácsi, most azért egy 10 milliós buliba benne lehetne egy ketten a svédasszonynal, tudja? És mi az, ha nem ad még egy csodavizet, akkor senkinek semmi köze hozzá. Magának mindent adunk. Na. Jó van, akkor meg vagyok nyugodva, mindenki pihen. És holnap frissen, újult erővel kezdjük a napot, nem? Igen, maga rendszerében megyem, jó van, az előbb se értettük, de nem is érdekes. Így is szép volt Pista bácsi. Köszönjük szépen a kimerítő felvilágosítást. Igen, még mindig nem értjük. Nem baj. Jó van, jó van. A svédasszony érti, az a lényeg. 3-15, 6-3-18, 6-30 ezer forint, nem babám. Hát ezt meg felnevelném. Jó, hát ez már nekem is sok volt. Itt befejezem, mielőtt még a Pista a földet ért. Jó, köszönjük.